Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót, Jaurlics Ádám nevében is Ruházi Bálint köszönti Önöket. Köszöntjük azokat is, akik a Mezőkövesd szurkolói és hallgatják közvetítésünket, hiszen az ő honlapjukra is sikerült, hogy itt is lehet hallgatni a mérkőzés alakulását. Tehát jó mérkőzésre van kilátás itt Egerszegen, hiszen a ZTFC a feljutásra törő Mezőkövesdet fogadja, az ETE a 8., míg a Mezőkövesd a 4. helyen áll. Elnézést kérünk azért, hogy kicsit később kezdődött a közvetítésünk, technikai probléma okozta ez, de hát igazából semmi lényegesről nem maradtak le, a játékosok most vonultak ki. Közvetítésünkben formabontó módon végig követjük a MAFC ZTKK NB1-es kosárlabda mérkőzés alakulását is. Egerszegi és MAFC szempontból is nagy tétje van a találkozónak, hiszen amennyiben az ETE legalább 6 ponttal nyer, akkor az osztályozót hazai pályán kezdi, amennyiben nem, akkor a MAFC birtokolja a pályaelőnyt, vagy szerzi meg a pályaelőnyt. De hát természetesen az első számú, meg ami miatt a közvetítés van, az a futballmérkőzés, és ez lesz természetesen közvetítésünk középpontjában, a kosármeccs is 18 órakor kezdődik. Ismertetem az összeállításokat. Az ETE-nél Szappanos, Simonfalvi, Kruner, Forgács, Bedi, Kovács Gergő, Délceg, Wittmann, Szakály, Babati, Daru, míg a Mezőkövesdnél Kunsági, Schwab, Takács Péter, Kulcsár, Dvorság, Bajzát, Tajti, Hegedűs, Dávid, Hegedűs, Csaba, Molnár és Szeles a kezdő. A cserék hazai oldalon Círjék, Kovács György, Bíró, Murai, Aranyos és Városi, míg a vendégeknél Dombó, Nyilas, Balajti, Gengelicki, Burány, Máté és Medgyes. Az óra ezúttal sem működik itt a stadionban, de indítjuk a stoppert másodperceken belül, amikor elkezdődik a mérkőzés. Lenovai Miklós is most ért ki a mérkőzésre. Wittmann és Daru fogja majd a mérkőzést kezdeni. Szőlősi hazai részre az utolsó pillanatban belázosodott. Ebben a pillanatban Berger József Sip szavára kezdetét veszi a mérkőzés, így Szőlősi nincs a keretben. Ennek köszönhetően az ETE-nél csak 6 csere van, mert ugye már a végén nem tudtak beugrasztani senkit még cserének, de hát nem minél, hogy ez fogja eldönteni a meccset, hogy hány csere van az egyik csapatnál, mert hát úgyis csak 3-at lehet cserélni. Lendvai Miklós irányítja az ETE-t, Lucsánszki Tamás a Mezőkövesdet, de hát ősszel még ez nem így volt, amikor egy-egyre végeztek a csapatok. Mindenről részletesebben kicsit később, a mérkőzés az első percben jár. Nagy részletek, köszönöm én is az ETE arénából, Bedi dobja be a labdát a bal oldalról, Wittmann feje fölött átcsúszik a labda, és a Mezőkövesd 28-os számú játékosa, Hegedű Csaba kifedezi a labdát, és a Mezőkövesdért kirúgással, Kunsági Roland fog elvégezni a kirúgást, Mezőkövesd kapufsa, 58 másodpercet tart a mérkőzés, Kunságiról kirúgja a labdát. Wittmann megszerzi Kovács Gergő. Babatina azt passzolt volna, de kimegy a labda, bedobásolját a Mezőkövesd. Hegedű Csaba végzele majd a bedobásnak a jobb oldalról. A ZETE a nyugati tribün felé támad, a Mezőkövesd pedig a keleti felé. Itt az első félidőben. És meg is van az első leső mérkőzésen. Természetesen majd a statisztikákat is írjuk majd. Kruner. Ha nem említettem volna Mezőkövesd játékos volt lesen. A labda már Krúnernél, még eladja. Megszerzi a labdát a Mezőkövesd játékosa. Hegedűs, Dávid, Dvorosják, Gábor előreíveli, Molnár Csaba felé, de Forgács megszerzi a labdát, és hozz előre. Daru sarokkal tette volna tovább, és a Mezőkövesd játékosa kirúgja a labdát bedobásra. Molnár
baloldalról végezhetem, amely belebást az Olajgerszeg. Beri, Bence berúgta a labdát. Forgács. Előrővé Babati felé. Kimegy a labda. Mezőkövesdi játékosról, Zető elberobása újból. A baloldalról Beri, Kovács Gergő, vissza Berihez. Forgács. Előreíveli Babati felé ismét. És Hegedű Zsuba elfejeli a labdát Babati elől. Ismét berobása ér az Olajgerszeg. Kovács Gergő, Beri. Előreíveli a labdát. Babati berúgja középre, Délceg felé. Délceghez nem jut el a labda. Mezőkövesdő megszerzik a labdát. Egy ívelés Molnár Gábor felé. Molnár Gábor a jobb oldalra viszi befelé a labdát. Molnár Gábor sarokkal kiteszi, de megszerzi a labdát Beri. Ismét, és Babati indulhat a bal oldalt. Daru még mindig. Beközépre Kovács Gergő, szép kényszerítő, Zereszurkolók, Babati beíveli a labdát, és Kunság Rolandnak ki kellett ütnie. Befér volna, befér volna a bal felsőbe, Babati Benjamin beadta a labdát bal oldalról, és Kunsági Roland pedig kiboxolt a labdát. Nem ütik ki a labdát, akkor befér volna. Labda a kapuba. Szóval azt akartam mondani, hogy az Zetek közönségének eddig tetszik az a játéka. A nézőszámát olyan 1000-1100 lehet. Körülbelül. Tehát körülbelül 1000 néző van. Közben majd a mezőkövesd jöhető berobásról a jobb oldalról. Végezték el a berobást. Hegedű Csaba berúgta a labdát, visszakapja Hegedűs, előreíveli, Forgács elfejeli, Wittmann ki a bal oldalra, jobb bal oldalra, Kovács Gergő, én időttem volna a Délceget, de nem jut el a labda, Bedi, szép csel, ki a jobb oldalra, Babatihoz, hátrapasszolja a labdát Szappanoshoz, Szappanos, előreíveli Simonfalvi Gábor felé, Simonfalvi tovább csúsztatja, de ez csak a mezőkövesdi védőnek jó, Szeles Tamásnak. Szeles Tamás Thajti Tamás Takács Péter, a mezőkövesd csapatkapitánya, Takács Péter kipasszolja bal oldalra a labdát. A két vezetőedző Lenvai Miklós és Lucsánszki Tamás állva nézi eddig a mérkőzést. Mezőkövesd birtokolja most a labdát, ő Takács Péternél a labda ismét, és ütve volt szabálytalan. Mezőkövesd jöhet a szabadrugással, gyorsan elvégzik a labdát, de a játékvezető visszafújja. Mérkőzés, 6. percben járunk, az állás továbbra is 0-0. És ebben a pillanatban belépünk a 7. percbe. A mérkőzés után élőben készítünk majd interjút, a győztes csapatból próbálunk majd játékost megszólaltatni, de természetesen akkor, ha lesz győztes csapat, hanem akkor nem majd az egyikből. Daru nála a labda kinn a jobb oldalon, de Daru nem tudta bent tartani, így jöhet egy Mezőkövesd Zsóri bedobás. Mezőkövesd ugye az NB1-ből tavaly esett ki, de biztos szeretne jutni. Erre megismer az esélye, annak ellenére is, hogy csak negyedik jelenleg, 44 pontjuk van. Elképzelhető, hogy 3 csapat jut fel az NB2-ből, hiszen a Győr valószínűleg nem tudja vállalni az NB1-et, vagy ahogy Borkai Zsolt polgármester nyilatkozott, aki egyben a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, hogy valószínűleg, sőt, ő azt mondta, hogy kijelentett, hogy nem lesz NB1-es csapat jövőre Győrbe, és az is elképzelhető, hogy akár megye 3-ba csúszik vissza a Győrbe, az esetben valószínűleg. Tehát az sem biztos, hogy ilyen esetben mi lenne, de valószínűleg akkor 3 csapat jut fel az NB
kb2-ben az NB1-be. Most hiányzett a szöglet, hiszen tisztázott a mezőkövesdi hátvéd, és Szakály Attila kocog ki, hogy a bal oldalról elvégezze a sarokrúgást. Szoros a mezőny, mind elől, mind hátul. Az etét talán a kiesés nem fenyegeti, de hát 5 pontra van a kiesőhely. Mezőkövesd meg persze felfele kacsingathat csak, és ha nyer, akkor lehető fejű túlján lesz a forduló után. Jön a szöglet, és kifejlik az utolsó pillanatban. És Babatinak kell figyelni, nagyon szépen oldja meg, elviszi egy mezőkövesd játékos, mert a bal oldalon már ezt be fogja adni. Babati betekeri, de elég rossz. Kovács esik egyébként a 16-oson belül, nem volt szabálytalanság, ez egyértelmű. És most akár ember előnybe, ember fúrba is támadhat a mezőkövesd. Elcsúszik Bedi, és ebben még baj lehet, a bal oldalon folyik a mezőkövesdi támadás, ezt be fogják szerintem tenni középre. Jön be középre, labda, Szakály elcsúszik, ott helyzet, és hova lőtt el a labdát? Takács Péter, hihetetlen. Pedig ez nagyon nagy helyzet volt. Takács lövetett olyan 15 méterről. Szerintem a jobb alsóba akarta bőni, mert lapos volt a lövése, de hát nagyon elrontotta. Ha ebben nem érnek bele, akkor a szögletzászló környékén ment volna ki. Viszont ez egy intójá volt, két zetés is elcsúszott a mezőkövesdi kontra közben. És ebből a kulti helyzet előtt Bedi majd Szakály volt, aki elcsúszott, pedig azért a pálya nem mondható annyira rossznak. Nem volt eső az elmúlt napokban, persze hát azért kiváló minőségről sem beszéltünk az alegerszegi pálya tekintetében. Most a jobb oldalon van Hegedűs Csaba, két Hegedűs is van ugye a mezőkövesdben, Hegedűs Csaba és Hegedűs Dávid. Most Dvorság teszi át a túloldalra, Kulcsár Korné és a mezőkövesbe játszik, ő ugye korábban a Zetét is erősítette egy fél évig a haladásból, jött ide egy fél év kölcsönbe, aztán odébb állt. Természetesen ez nem rossz értelme, mondom, távozott, úgy is mondhatom. Most pedig mezőkövesdi bedobás. Szépen megtartja a Dvorság. Nem ő az, bocsánat, ő hátul kéri. Most egy bedobás a bal oldalról a mezőkövesdieknek. Jön a bedobás, most már ez viszont Kruneré, aki szépen leveszi, hogy az ő öngoljával kapott ki az Ete Sopronban. Persze nem lehet ezért hibázni, eddig is hátraért, futott hátra, aztán bepattant róla a labda. De hát biztos nem tett jó a lelké, nem tett jót a lelkének, Babati fut a labda felé, de megszerzik előre Takács Péter. És az Ete visszaszerzi, máskörési Kovácsa is veszti. Kezdődésre Klomának az észlukók Molnár Gábornál nem volt kéz a játékvezető szerint. Egyébként Berger József segítői, Kovács Kettő Gábor és Viktor Sonyi Gergő, Kovács Gergely a tartalék játékvezető, a játékvezető ellenőr Wagner László, a szövetségi ellenőr Vég Tibor, és előre rúgta labdát Babati, de Darunak rossz volt. Egyébként két érdekesség, az egyik, hogy Berger József tegnap ünnepelte a 37. születésnapját, boldog születésnapot kívánunk neki. És a másik, hogy Viktor Sonyi Gergő, a kettes számú asszisztens, az őszi egy-egyel végződött mezőkövezetén, ott is ő volt az egyik asszisztens, tehát ismerheti már a két csapatot. Meg hát Berger is vezetett többször az Etének, ő is biztos ismeri mindkét csapatot. Most a mezőkövesi játékos cselez ki a jobb oldalon, egészen pontosan Molnár Gábor, elesik és ez szabad rúgás lesz, megpróbálta megcsinálni a cselt, Bedi lefaltolta és jön. Így az a bizonyos mezőkövesdi szabadrúgás. Rúgás. 11-8-ra vezet az ETL MAFC otthonában a kosárlabda mérkőzésen. Ez a középszakasz alsóházi rájátszás utolsó fordulója. Ja, van tétje az Ajax szempontjából a meccsnek, mert hát mondom a MAFC szempontjából is, nekik mondjuk egy 3 pontos, vagy akár 5 pontos felség is bőven belfér. Jön be a mezőkövesdi szabadrúgás, fejes, ott van még a labda, 16-os elő még akár ezt le is lehet lőni, jön is a lövés, mellé. Hegedűs Csaba lőtte rá a labdát, de a jobb alsó mellett 2 méterrel elsuhant a játékszer, így Szappanos Péter állítja le a labdát a kirúgás. Ez volt a második mezőkövesdi lövés, kaput még egyik sem talált, Szappanosnak nem volt védeni valója, aki ezúttal fehér, tiszta fehér mezben véd. A Zete kék felsőbe és sárga, pontosabban kék felsőbe és fehér nadrágba játszik, míg a mezőkövesd kék nadrágba és
sárga felsőbe, de hát nem lehet összetéveszteni a kettőt. Játékvezető piros felsőbe és fekete nadrágban. Megítéli azt, hogy szabad rugás jön az Etének, Kovács 2 Gábor, én pedig adom át a szót Ádámnak a mérkőzés 13. percében, amikor Babati állítja a labdát a szabad rugáshoz a jobb oldalon. A mezőköves, de csak a Vasas, a Békét Csaba és a Gyirmód előzi meg, bár a Gyirmód második, nem sorrendben mondtam. Szóval a jobb oldalról végezheti el a szabad rugást az Ete, Babati beíveli, és Kunsági üti ki a labdát. Wittmann, visszaszerezzi Wittmann, nincs les, forgács tovább fejelte, de hosszú volt a labda, labdája. Kunsági felvette és előre rúgta Molnár Gábor felé, de Bedi elfejeli előle a labdát, és megszerzi a labdát. A mezőkövest 24-es számú játékos, a Hegedűs Dávid. Mezőkövesdek birtokolják most a labdát. Molnár Gábor, Vrósák Gábor, Szeles, Tamás, Hegedűs, Molnár, a jobb oldalon folyik most a támadás, és zárójel bedobással. A bal oldalról végezheti majd a bedobás Beri Bence. Elvégzi a bedobás Wittmann, tovább csúsztatja. De csak a mezőkövesdi játékosnak jó. Dovrosiák Gábor visszakapja a labdát. Hegedűs Dávid. Egy ívelés. Hegedűs Csabához. Dövrósák Gábor. Most a mezőkövesdi játékosok átúpasszolgatnak. Egy ívelés a bal oldalra, de ez hosszú. Zetői elbedobással, és Munkvalvi Gábor fogja elvégezni a bedobást. Lehet, nem kezdte ő rosszul a mérkőzés, bár a Ságvár ellen is jó kezdtünk, aztán végig is kikaptunk. Ott 3-2-re. Talán most sikerül legalább egy pontot szereznünk. 16. percben járunk. Eladja a labdát az Ete. De visszaszerezi Kovács Gergő. Délceg. Forgács. Egy ível és Babati felé. Ez hosszú. Kunsági jön ki a kapujából is. Felszedi a földről. Kipasszolja a labdát az egyik mezőkövesdi játékoshoz. Hegedűs Dávid. Vorosák Gábor hozza előre a labdát, egy ívelés Hegedűs Csabához, Takács beíveli, és Krónén az utolsó pillanatban tudta fejelni a labdát, Bajzár Péter elől. Takács Péter beívelt a labdát a jobb oldalról, és Krónén szépen fejelte ki a labdát. Bal oldalról járt a berobás, az ikonesdő részről. Egy lövés, megpattan Forgácson. Babati. Kovács Gergő eladja a labdát. Kovács Gergő nem játszik olyan túl jól. Egyébként tegnap egy írásos egy interjút vele róla olvasottak. Labda Vrósák Gábornál. Mérkőzés 17. percében járunk. Kovács elmondta, hogy mindenképpen nyerni szeretnének a mai mérkőzésen. Fölkészültek a mezőkövesből, vannak a mezőkövesnek olyan játékosai, akikre kifejezetten oda kell figyelni, de őket el is osztották egymás között, tehát ezzel nem lesz baj, legalábbis reméli. És ugye az elmúlt három meccs nem úgy alakult, ahogy szerették volna a játékosok, itt a szurkolók is, mondta Kovács, itt az ideje, hogy javítsunk. Míg persze a mezőkövesdiek is egyértelműen győzelmi szándékkal jöttek. Lucsánszki Tamás, a csapatuk vezető edzője, azt nyilatkozta, hogy Zalaegerszegen sosem könnyű játszani, sőt mindig nehéz, de meg kell birkózniuk a feladattal, és meg kell szerezniük a
3 pontot. Forgács. Délceg. Pitmannak nem jó, Szakálynak igen. Visszateszi Krónának. Króna az elmúlt mérkőzéseken rendre középső védőt játszik, és nem Simon Falvi a védekező középpel, hanem ő jobb hátvéd, és többnyire Kovács Gergő a védekező középpel, Bedi adja be a labdát, mindenki előtt elsúlyan, csak Takácsnak, jó Takács Péternek, egyébként Molnár Gábor és Délceg Gergely szerezték a gólokat az őszi 1-1-es Zete meccsen, és akkor egyébként még egyik csapatnak se a jelenlegi vezetőedzője ült a kispadon, hanem Mezőkövesen Tóth László, őt váltott a Lucsánszki Tamás, míg az Eltinél Lőrinc Emilőt, Lenvai Miklós váltotta és dirigálja már a Zete gárdáját több-kevesebb sikerrel. Króner, Szakály, fél időben majd beszámolunk az MB2-es eredményekről, meg az MB1-esekről is, végeredményekről, illetve aztán van egy meccs, ami 18-akor kezdődik, ott egy fél idei eredményt tudunk majd mondani. Forgácsnak el kell fejelnie, meg is teszi. Króner nem merte bevállalni az ívelést. Simon Falvi nem tudja tovább tenni, de kéz volt. Mezőkövesdi játékos kezére pattant a labda, így az Zete kispad elő nem sokkal a jobb oldalról, a Mezőkövesdi védekező térféről jöhet Babati szabadrugása, majd ismét volt már egy hasonló ilyen szituáció, abból nem lett különösebb veszély. Babati egyébként aktív a meccsen, Sopronba lőtt egy óriási gólt, utána le kellett cserélni, de már teljesen rendben van, sérülés miatt kellett cserélni a félidőben. Babati tekeri be a labdát, és ez is a kapusú egyébként. Azt mondtam, az előző nem volt igazán veszélyes, hát azért jól rudalja be Babati a labdákat, mert a kapusnak mindig jönnie kell, meg jönnek a támadók is, de hát eddig a kapus mindig jól lép ki, és a múltkor elütött a labdát az előző szituációnál, most pedig maga biztosan fogta Kunsági Roland, aki a Fradiba is védett, vagy hát az, hogy védett a szúzás, inkább csak ott volt, játszott egy Liga Kupa meccsen, de akkor még jóval Levente volt az első számú kapus, aztán most meg jóval Csere kapus és Dibusz véd a Fradiba. Mindenesetre Kunsági azért, Kunságinak azért van rutinja, és semmi, a Mezőkövesdi játékos Takács Péter lépett be a 16-oson belülre, elesett ott Forgács és Bedi szorításában, de a játékvezető szerint semmi sem történt, így mutatta, hogy mehet tovább. Ez pedig hosszú, Kulcsár Kornér felé ment a labda, Szappanos kikicséri, aztán majd a labdaszedő sráctól kap egy labdát, és ki fogja majd rúgni a labdát, a kirúgást. Két eseményre hívnám fel a figyelmüket, az ETFC Csádi napra, ami május 9-én lesz, a csúcspontja 19 órakor az Zete Vasas bajnoki. Az ETI Arena mögötti pályákon lesz az ETFC szponzori kupa 12 csapat részvételével, lesz U9 és U11 utánpótlás torna. Kalandpark, Légvár, élő csocsó, népi fajátékok, buvarék foci, csillámtetoválás, aztán 10-től 15 óráig ügyességi játékok labdarúgóink vezetésével értékes ajándékokért, miközben az első sárga villan Wittmann Ádámnak, aki nem engedte, hogy elvégezzék a szabadrugást, mindez a 21. percben, tehát Wittmann Ádám kap egy sárgát Zalai részről, és 14-től 18 óráig pedig Vörös Kereszt véradása a munkacsarnokban, vagy az Ostros Károly csarnokban, ha valaki úgy ismeri, és minden véradó belépőt kap az esti meccsre. A centerpályán az ZTA Haldás öreg fiúk meccs, szponzori kupa döntője, és ZTFC Veszprém U17-es meccs lesen futott el a Mezőkövesdi Hegedűs Csaba, így kifele jön majd szabadrugás, ez már a második les a Zeténél. És majd lesz még egy esemény, amire fölhívom a figyelmüket, de erről majd később. Délceg passzolja hátra Szappanosnak, itt fölháborodnak a szurkolók, hogy miért kellett a félpályáról hazapasszolni ezt Szappanosnak, miért nem ment tovább. Simon Falvi. És fölrúgják durván Babatit, ez is sárga lesz. Simon Falvi kakaskodik a vendégjátékossal, hogy mi ez, hogy ilyen durván fölrúgja, utána rúgott, miután eltolta mellette, de hát a sárga jogos, piros ezért nem jár, a sárga jogos teljesen, és ha megfordul, akkor azt is meg tudom mondani, hogy kikapta ott a mezőkövesdiek közül a sárga lapot. Hát úgy ballag befele, hogy innen a
vippáhoiból, vagy sajtórészből nem igazán látom. Kulcsár Kornél kapta ezt a lapot, tehát ő játott egyet Simon Fallival, aztán kicsit veszekedtek most. Tehát a 23. percben Kulcsár Kornél is kap egy sárgát, 1-1 a sárgák aránya. És megint jön egy szabadrugás, valószínűleg Babatitól, aki ellen szabálytalankodtak, és méghozzá a jobb oldalról támadást tekintve. Az északi tribűn felüli oldalról, aki ismeri az egerszegi stadion, tudja, hogy melyik az, ahol a kispadok vannak. Babati most tekeri be a labdát, de kifejeli Kulcsár. Visszaszerzi Babati, egy csel, és megint szabálytalanság történt, Babati elesik. Jöhet majd egy szabaddugás, nem tudom, hogy ezt is ő iveli be, vagy most már átadják másnak a kosármeccsen. 12-20 az állás, a 8 ponttal vezet az ET az első negyed után. Ez pályelőn érne az osztályozó, miközben Kroner fejelte be középre a labdát a szabadrugás után, egy védő lábáról pedig a kapus kezébe pattant a labda. Előre megy a labdát a mezőkövesi hálőrkunsági, Kovács megszerzi, Wittmann tesz itt vissza Kovácsnak, de nem jó. Kovács szabálytalankodik, de előny szabály, most Wittmann szabályosan szerel, harcosan játszik Wittmann Ádám. Délceg. Délceget buktatják, szabadrugás. Orgács teszi át a Szaplonsnak. Eredmény az NB1-ből Ferencváros Zsiózsér 3-0 és Nyíregyháza az MTK 1-1. Tehát a Fradi tovább növelte eredményt az MTK-val szemben. Az NB2-eseket majd fél időben mondom el. Most pedig jön majd egy szabadrugás a mezőkövesnek, saját térfelükről végezhetik el. Babati harcos, és majdnem megszerzi a labdát, most belelép, és ez lehet, hogy az övé is lesz. Ütköznek, és Babati megszerzi. Tenné tovább Szakálynak, de a mezőkövesdi fiú megszerezte, aztán cselezget, Kulcsár. Kipasszolja a szélre, Kulcsár visszakapná, de Krónerhez jut a labda. Kroner forgolódik saját tengelye körül, és nem tudja, hogy hova tegye. Szurkok még kiabálnak, hogy nézzen már föl Kroner, mert indíthatott volna, de hát nem tette meg. Most pedig nem éri a labdát Szakály, és mezőkövesi bedobás jön. 26. percben járunk a mérkőzésen, jön a mezőkövesi bedobás, a baloldalon folyik az akció, és az agyhelyzet Takács, Takács Zicserbe bepasszolja, még egyszer, még tovább, és az ön elbóckolták a mezőkövesiek, de kifele lesz szabad rugás, gyorsan is végzi az ette, kicsit előrébről, de engedi a játékvezető, fütyülnek a szurkolók közbe, hát már a második olyan nagy helyzet, és közben egy éve is Szakálytól rossz. Szóval, ma második olyan mezőkövesi helyzet volt, amit nagyon elrontottak. Takács ellőhette volna az Itzerbe, tovább tette Bajzátnak, aki már tényleg lőhetett volna, de még csinált egy csert, ő is még tovább akarta tenni. Még jobb helyre, de hát itt már visszaért Kovács, és bebonyolódott Bajzát a cseleibe, és Kovács megszerezte, aztán még vissza is rántotta Kovácsot Bajzát. Pedig ez egy nagy lehetőség volt, de még lövéssel sem sikerült befejezni. A mérkőzés 27. percében az állás 0-0. Mezőkövesdi játékos kirúgja a labdát, szöglet vett, Vrosnák Gábor. Darut álmodta és Vrosnák csak az szöglet után kirúgja a labdát. Így tehát az eredet szöglettel. Másodszerre szöglet, a jobb oldalra végezzük el majd a szöglettel. Babati kocog ki, de közben megköti a cipőjét. Nem látszik rosszul az ete. 6 mezőkövesdi szurkoló érkezett Zalaegerszegre. Kiegyenlített a meccs. Babati felemel a jobb kezét, lekifut a labdának, beíveli. És kifejelik a labdát, itt Boldon felszíni Wittmann, beadja, Délceg fejeli, és Kunság lehúzza a labdát.
és próbál kontrázni a Mezőkövess, de inkább Kuncsági nem lombja ki a labdát. Hegerűs Csabánál a labda. Bepasszolja a labdát középre. Hegerűs Dávidhoz, névrokonához. Tahajti Tamás. Visszapasszolja a labdát. Tajti megkapja újból, egy ívelés, nincs les. Egy beadás, vered labda középre, de Kovács Gergő kivágja a labdát, Schwab Dávid indult meg a baloldalt, és Barta labdát középre, de Kovács Gergő szerelni tudott, Babati íveli a labdát túloldalra Délcekhez, Délcek, befele viszi, ellövi jobbal, mellé. Jó kis lövés volt, ez Babati átíveli a labdát a bal oldalra a Délcekhez, aki levette mellel, majd befele vitte, és jobbból előtte. Kaputul legyen egy-két méterre ment mellé csak. Jó kis lövés volt ez. Kunsági Roland végezi el majd a kirúgást. Kunsági elvégzi a kirúgást. Délcek fejel. Mezőkövesdi játékosnál van most a labda. Hegedűs Saba előreiveli, esseles, Takács Péter a jobb oldalt, Takács, meg mindig biciklicsel, Molnár Gábor, Takács, Hegedűs Saba, egy ívelés, ismét szappanos felhúzta. Szappanos előre rúgja a labdát. Babati, megy a labda Zetvér bedobással. Jó boldalom folyik most a támadás. Daru. Daru, Simon Falvi, két vezetőkövesdi játékos között. Kovács Gergő, Forgács. Bedi Bence oldalt. Lélceg, Bedi, egy ívelés a jobb oldalra, jobb oldalhoz, Babatinál, van a labda, aki előre rúgja, és mezőkövesdi bedobással. A bal oldal végezheti el a mezőkövesdi játékos a bedobást, Tajti Tamás, Takács Péter, Takács, Hegerűs Dávid, egy ívelés Molnárhoz, Molnár felé, Molnár a jobb oldalt, Molnár, tizedosan belül jár már, Molnár, ott a helylapizet, és Kulcsár, Molnár oda passzolja a Kulcsárhoz, Kulcsár pedig ő mélységbe be akar passzolni a labdát, ő baj zárt Péterhez, de nem sikerül neki, ugyanis az egyik zetevédője blokkolni tudott, az egyik zetevédő blokkolni tudott, és csere lesz az eténél, erre van sérülés, Délceg jön le, hát nem tudom, mi lehet, van sérülés, 20-adossal Bíró András jön fel, de a 31. percben cserél az Olegerszeg, Délceg Gergely, ballag le, és Bíró András jön fel a helyre. Szerintem sérülésre, mert Délceg nem játszott rosszul. Nem voltok a változtatásnak. Hát majd kiderül. Ma azt figyelem, hogy majd kezelésbe veszi az orvosi stáb majd. És igen, kezelésbe veszi az orvosi stáb. Molnár László. De foglalkozunk most a meccsel. Szappanos. Fogja meg a labdát. Nem fogja még inkább kiengedni. Ezető erdő kirúgással. 32 percben járunk, az állás továbbra is 0-0. Az akkreditációs kapunál bejöttünk, akkor kaptunk még egy szorulapot, amiről még nem beszéltem. Horváth Jenő fotós, idősebb Horváth Jenő fotóiból nyílik kiállítás a Hevesi Sándor Színházban Zalaegerszegen, ugye 60 évig fotózta, úgymond nekem most is fotózza a Zete meccseit, 60 év a
ZTE Arénában ez a cím, 1955-től 2015-ig. ZTE mérkőzései, jelenetek, válogatott mérkőzések, csapatképek, szövetségi kapitányok, neves edzők. Május 6-ától június 8-áig látható ez a Hevesi Sándor Színházban, 18 órakor lesz a megnyitó május 6-án. Bajt Zoltán polgármester mond köszöntőt, és megnyitja a kiállítást Szűcs János, volt ZTE edző, szövetség kapitány, róla van elnevezve a ZTE Akadémia, Szűcs János Labdarúgó Akadémia. A labda most hátul a mezőkövesdjeknél, egy indítás, az nem lesz, később kiszerzi meg, nem Bedi, hanem a mezőkövesdi játékos kifejlik az etések, és ez még Simon Falvi talán eléri a vonal mellett, de nem éri el, ezt már Simon Falvi. Úgyhogy kifut, hármasra Schwab Dániel, hogy elvégezze a bal oldalról a bedobást. 0-0 az állás, miközben most egy nagy mezőkövesdi helyzet! És mit mentett ott? Elképesztő talán Forgács, óriási mentés volt. Fölévés után Molnár Gábor fejelte be középre a labdát, ott volt Takács Péter, akik már csak be kellett volna rúgnia, de igazából nem az ő hibája volt, hanem Forgács óriásit mentett. Oda csúszott és kirúgta a labdát, szögletre centikkel ment el a kapu mellett, de így ezt megúszta az ETM. Ez az első mezőkövesdi szöglet. Kicsivel végzik el, nem figyeltek erre az etések, most Bedi jól lép ki, és meg is szerezzük talán a labdát. Babati, kivitte sajnos Babati, kicsit ügyetlen volt, most bebotott a labdába. Harmincnegyedik percben, saját kapuja előtt, Takács elől mentett óriásit Forgács András. Igazából, amit fölírtam, két dolgot eddig, ez, amit most mondtam, illetve amikor a negyedik percben Baba tívelt kapura a bal oldalról, Kunsági kiütötte a bal felsőbe a labdát, egyik is olyan volt, hogy zicser. A zicser konkrétan a meccs, ami nem volt, a mezőkövesnek lehetett volna, vagy igen, lehetett volna, csak hát elszórakozták. Szóval olyan igazi zicser, hogy viszi valaki a kapusra a labdát, még nem is nagyon volt. Viszont azért nem lehet mondani, hogy rossz a meccs, igaz, már láttunk jobb meccset is ennél, de az iramra nagyon nem lehet panasz. És ígértem ugye a kosárlabda meccset is, de most előbb azt nézem, hogy Daru megpróbál lefordulni az emberéről, de a kapus felszedi a labdát. 30-26-ra följött Nomavc a kosármeccsen, a második negyed felénél tartunk, ez jelenleg azt jelenti, hogy a Mavcé a pályaelőny, de még bármi lehet volt, hogy 12 ponttal vezetett az ETE. Most hátul labdázgatnak a mezőkövesdiek, visszatértem a futballmeccsre. Dvorsák kéri a labdát. Dvorsák teszi tovább. Takács. Takács híveli előre. Molnár Gábor. Teszi tovább, ismét a labda Takács Péternél. Aztán még tovább, ismét visszakapja Takács, hát minden másik passz hozzá megy. Most ki a bal oldalra a labda, Schwab Dániel, Kulcsár Kornél, át fogja ívelni a túloldalra. Túlsz a labda Bedin, ezt még el is lehet lőni, Bedinről levágódik, viszont ez is szappanosé. Szappanos kezébe fogja és rúgja majd előle a labdát. Lepattan. De így mindenki átpattan és labda. Kunsághoz, szappanos közvetlenül gyakorlatilag Kunsághoz rúgta a labdát, egyik kapus a másiknak. Kunsághoz viszont nem rúgja vissza szappanosnak, hanem csapattársának gurítja le. Tajci Tamás ki a szélre a bal oldalon, megverik Simon Falvit, de nagyon. Babati talán tud tisztázni. Délceg pedig megy be az öltözőbe. Úgy látom, igen. Szappanos a labda, szappanos előre rúgja. Daru fele, Daru fejel, csapattárshoz, Forgács előre és Forgács. Egy visszacsel és ezzel megakasztja a gyors támadást. Bedi a bal oldalon, Bedi veri föl. Daru támadja Dvorságot, Dvorság Gábor, aki a jól emlékszem Szombathelyen is játszott. És most egy szabálytalanság Beditől, ez is sárga lesz.
reklamálnak nagyon a szurkolók. Molnár Gábor vitte el Beni mellett labdát, aztán ütköztek, összeakadt a lábuk. Beni pedig megkapja a sárga labdát a 38. percben. Beni Bence is besárga, ez a második szete sárga. Wittmann és Beni kapott eddig sárgát hazai részről, míg a vendégeknél Kulcsárnak van egy sárgája. A labda mögött Hegedűs Csaba. Hegedűs a labdával. Takácshoz passzol. Visszakapja Hegedűs Csaba, és Beniről szögletre pattan a labda. Jön majd a második mezőkövesdi sarokrúgás, ezúttal a jobb oldalról végezheti majd el Molnár Gábor. Most kocog ki a labdával együtt, ott a partjelző Viktorsoni Gergő mellett. Bal lábbal fogja majd beküldeni. Íveli be! A fejes levágódik egy zetevédőről. De mezőkövesdiek most beszorítják egy kicsit az etét, jön a beívelés, Szappanos is jön, de les. Ez már a harmadik mezőkövesdi les, Szappanos majd így kirúgással jöhet, gondolom ő fogja elvégezni ezt a pontrugást. Lenvai Miklós mutatja, hogy jöjj, Szappanos, vagy Lenvai Miklós mutatja, hogy jöjjenek előre az ete játékosok. A mérkőzés 39. percében járunk, a szó pedig Ádámé. Simon Forvi Gábor végzel a bedobást a jobb oldalról majd. Szakály, Kovács Gergő beadja a labdát, Babati a bal oldalt, Babati, ő is beadja a gólt! 1-0-ra vezet az Zalaegerszeg a 40. percben Daru Bence góljával! Micsoda gólt, gyönyörű gólt! Babati Benjamin beadta a labdát a bal oldalról, és Zsaru 5 méterről a kapuba bólintott. 1-0-ra vezet az Zalaegerszeg. Szép volt, fiúk. Tehát a 41. percben 1-0. Nem mondanám azt, hogy nem érdemeltük, mert megérdemeltük. Mondjuk egy ilyen kiegyenlített mérkőzés. Tehát, hogyha a mezőkövesd dugja a gólt, szavunk se lehet, de a mezőkövesdnek se, tehát kiegyenlített találkozó. Na, foglalkozunk a meccsről inkább, 1-0-ra vezet az Zalaegerszeg, 40. percben. A labda a Dvorsák Gábornál, felrúgja az égbe a labdát. A bíró nagyon rosszul találja el a labdát. Szappanos önki kapujából. Tehát a gól az úgy született, hogy Babati a bal oldalról tekerte a kapu elé a labdát, Daru pedig mindenkit megelőzve fejelt a jobb alsóba. Ez kb. 5 méterről zajlott le, tehát Daru kb. 5 méterről fejelt a kapuba. Szappanos ellen szabálytalankodtak, és elvégzi majd a kirúgást. Vagy nem, elnézést, nem a kirúgást, nem a szabad rúgást. Kunsági Roland rúgja előre a labdát, kimegy a labda. Na most még jobban játszunk. Jobban játszik az Zalaegerszeg a gól útól. És közben a labda szöglet következik. A jobb oldalra végezhetjük el a szögletet, a zárékozónsége tapsol. Jobb oldalra végezhetjük el, csavartunk a szögletet, Babati fogja majd elvégezni. 1100, aki látogató, 1100 szorkoló jól szorakozhat. Babati bedekerő a labdát, és lökés történt, kifelé vers szabarugással a mezőkövest. 42. percben járunk,
most már váltunk egy harmadikba, és jönni kell a mezőkövesdi orvosi stábnak. Ugyanis nem maradt egy mezőkövesdi játékos. Aztán láttam pontosan, hogy ki. Lámpák még nem égnek. Igazából nincs rá szükség, mert itt csak fölöslegesen fogyasztani az áramot. A szó Uász Banti. Daru megy ki Lendvai Miklóshoz, illetve pontosabban nem Lendvaihoz ment, hanem Molnár László masszőrhöz, és valamit kicsit el kellett látni Darun, a gólszerzőn, aki szép gólt fejett Babati beadása után talált a mezőkövesdi kapuba. Mezőköves bánatja ugye szórakozta az ittszerét, illetve azelőtt is volt egy hely lehetősége. Az lett gyakorlatilag az első komolyabb helyzetét, azt nem számítjuk, amikor Babati kicsit lecsúszott beadása, majdnem beesett a bal felsőbe, azt leszámítva az első nagyon nagy komolyabb helyzetét gólra váltja, és ezzel vezet a mezőkövesd ellen 1-0 arányban. Folytatódott a mérkőzés. És most bizonytalankodnak a mezőkövesdiek, most is csak kirúgják a labdát. Simon Falvi hagyja is, hogy lehessen a pályán kívül. Kicsit elbizonytalanította szerintem a mezőkövesdieket ez a bekapott gól. Takács Péternél most labda. Takács rúgja előre, ez még jó lehet, Szappanos nem jön. Most már jön Szappanos, és 16-osán belül lehúzza a labdát. Szappanos most dobja, vagy rúgja előre. Babati megpróbálja tovább fejelni. Daru fut a labda felé, nem sikerül megszerezni az etéseknek. Mezőkövesdiek jönnek előre. Tajti Tamás. Tajti Schwabnak. Schwab előre. Forgács pedig elfejeli. Wittmann. Bíró. Daru nem tudja megtartani. Takács. Schwab elől megszerzi Simon Falvi. Simon Falvi kitenni a jobb oldalra, még nem teszi ki. Most már nem is fogja, mert a bal lábában a labda. Bírónak majdnem jó volt a labda, viszont amikor Simon Falvi passzolt, azért volt rossz a passza, mert rátartottak egy kicsit a lábára. Ezért Berger József megítéli a szabad rúgást a Zetének. Babati a labda mögött, ha jól látom. Szóval a játékvezető egy kicsit hátrébb rendeli, hát szerintem az a célja a Zetének, hogy ez legyen a vége az első filmnek, lehet, hogy lesz egy perc ráadás, de hogy már gólt semmiképp se kapjunk ráadás, na ez bemenne. És hogyha Kroner jobban odafigyel, vagy számít rá, akkor akár ez létrejöhetett volna. Most beadja Wittmann, de kifejelik, Forgács elől, Babati nem lövi rá, hanem megint beemeli, de ez nem jó Darunak. Azt nézem, hogy volt a hosszabbítás, volt, fölmutattak valamit, csak én nem láttam, de szerintem egy percnél több biztos nem. Kevesebb meg nem is lehet. Most Szappanosnál hátul a labda. Szappanos előre. Most pedig Bedinél a labda. Bedi, egy csel. Esik egyet Bedi, előnyszabály. Kovács Gergő tovább, Daru. Daru kicsit körülményes, elesik, Kovács nem tudja visszaszerezni, támad a mezőkövesd. Most Szakálykin. Tovább tenni Simon Falvi, másodjára se sikerül, és itt lesz a vége, szerintem nem. De, itt lesz a vége az első félidőnek. 46 perc, 45 plusz 1 perc játék után 1-0-ra vezet az Zalaegerszeg a mezőkövesd ellen, és mondom az MB2-es eredményeket. Elégedtek lehetnek az, hogy szurkolók egy élcsapat ellen vezet a Zete. És akkor mondom is az eredményeket. Az NB1-es részeredmények, igaz, még csak 13 perce mennek ott a meccsek. Kecskemét Paks 0-0, Pápa Szombathely 2-0, Videoton Pécs 0-0. Az NB2-ben Siófok Békés Csaba 0-2 vége, Soroksár Vasas 1-1, Cegléd Gyirmót 1-3, Szolnok Kaposvár 1-0, és az Zete mezőkövesd is 1-0. A Soroksár Vasas és a Cegléd Gyirmót meccsből már csak hosszabbítás van hátra, míg a Szolnok Kaposvár meccs velünk egy időben zajlik. A csapatok bevonulnak, mi pedig jövünk vissza egy bő 10 perc múlva. Maradjanak velünk akkor is fél időben, tehát 1-0 az Zetének, innen folytatjuk.
újra itt vagyunk a második félidőben. Vezőkövest kezdte a második félidőt. És ők birtokolják a labdát. Kunság Rolandnál van most a labda. Tajti Damás bal oldalt. Egy ívelés előre, de lesen tartózkodott. Mezőkövesd játékosa. 4-szer voltak lesen a Mezőkövesd játékosai. Zete még egyszer se. Mezőkövesd megszerzik a labdát. Szakály visszaszerzi, Szakály! Még mindig! Szakály még mindig! Ellövi! Mellé! De szöglet! Ez szép volt. Szakály vitte majd olyan 19 méterről ellőtte, és mellé gúlt a labda. Bal alsó kapufa mellett elgúlt a labda. Elkönyveljeletjük ezt egy lövésnek. A jobb oldalról végezhetjük el majd a szögletet. Babati beíveli, átszállt oldalra a labda, Wittmann beadja, és forgásfejelés, kapus védi, óriási védés, és egy újabb szöglet következik. Jól bekezdünk. Volt egy csere a mérkőzésen, annyit tudok megmondani, hogy a Gengelecki Gergő jött be, azt nem láttam, hogy ki jött, ki ment le. Szóval újabb szöglet következik, jobb oldalra végezhetjük el ezt a szögletet is. Babati beadja, kifejelik. A labda Wittmannnál van, ő fogja berömni a labdát. Mezőkövesdre kivágják. A játékszer Kroner. 49. percben járunk. Szappanos. Előreiveli. Bíró felé. Kimegy a labda, berobásra jár majd a mezőkövesdre jobb oldalról. Kunsági, Rolandnál a labda. Előreiveli. Kovács Gergő fejeli el. Szakály, megszerz a labdát Takács, és szabálytalan volt Kovács Gergő, a labda a Mezőkövesdé, magyar unbők jöttek majd szabadrugással. A mérkőzés 50. percben járunk, az állás továbbra is 1-0. Jön a berobás Mezőkövesdére, már 16 sugar megvan, a Takács visszakészíti, Kulcsár lefordul, és Kulcsár lövése után blokkolnak a védők, aztán ki a szélre, Mezőkövesd is rohamoz most, ugye 2-0-ra vezettünk volna, az már egy jelentősebb, termetesebb előny lett volna, ez nem jött össze, és a mezőkövesdiek pedig észbe kaptak, hogy hát annak előbb negyedikek az Ete, meg 8. Azért oda kell figyelniük, hiszen győzni szeretnének, akkor nem kaphatnak még egy gólt. Hát is 2-t kéne rúgniuk minimum ahhoz, hogy nyerjenek. Az abban az esetben igaz, hogyha nem kapnak. 1-0-ra vezetett az Zete továbbra is darugójával. Szakály veszi le szépen. Kosárlabda meccsel kapcsolatban a MAFC ZTE 34-39. A nagy szünetben. 5 ponttal vezette hát a Zete, de ez még egyébben nem sokat ér, mert 6-tal kéne nyerni, de bármi lehet még ott is, ugye, hogy mint itt a foci meccsen. Jön a mezőkövesi bedobás, a bal oldalról Schwab fogja elvégezni. Azonnal mondjuk, hogy a fél évben milyen csere történt. Miközben azt is el tudom mondani, hogy végeredmények, Békés Csaba nyert Siófokon 2-0, Soroksár Vasas 1-2, Cegléd Gyirmót 2-3. Tehát nyert a Gyirmót, Mezőkövesnek is nyerni kéne, hogyha versenybe akar maradni a feljutásért. Szólnak pedig vezet 1-0 a Kaposvár ellen.
ugye a második félidő elején. Simon Falvi kapja a labdát, a jobb oldalon, Simon Falvi. Egy ember mellett megpróbálja elvinni a labdát, blokkolják, aztán még mindig tovább megy, megrántják, de előnyszabály. Babati teret csinál magának, de így se tudja megtartani. A mezőkövesdélyek pedig rárúgják Babatira, így jöhet a mezőkövesdi dobás. Szakály elfejeli, aztán továbbfejelik a kövesdiek is, nem tudja megtartani. Egyébként, mint hogyha Máté János jött volna be, nekem úgy tűnik, így van, ő be is jött. A cserékről kicsit később, már még ott nem vagyunk teljesen képbe, Darul elő kifejelik. Bedi. A bal oldalon, Bedi. Egy szép csel, elvitte egy ember mellett. Most már beadhatná, de nem adja be, nem visszapasszolja bírónak. Bíró ellövi, de levágódik egy emberről. Ötvenkettedik percben járunk. Bíró kapja a labdát a bal oldalomban. Visszapasszolja, Bedi. Levágódik. Sikerül kirúgni a mezőkövesdéknek, de csak szakáig jut a labda. Kovács Gergő, szép csel, de sok nem ment vele, igaz. Bedi beadja, Wittmann elő kiüti a kapus. Kovács gyűjti be, de rosszul teszi Kovács. És még el is viszik mellette, Kovács szabálytalankodik, sárga lap lesz. Kovács Gergő kap egy sárgát. Az 52. percben. Az 52. percben járunk tehát, és Kovács Gergő besárgult. Kinn a jobb oldalon a mezőkövesdi fiú, visszapasszolja. Nem sikerül beadni. Beadni a Molnár Gábornak, bíró szorításába forgulódik, aztán teszi tovább, ez így nagyon jó. Mezőkövesdiek, cser a tizatson belül. És még mindig ott a labda, a nagy helyzet, Takás lövése levágódik. És esik egy nagyot Wittmann Ádám, ez is sárga lesz. És már volt egy sárgája. Kulcsárnak kiállítják. Emberelőnybe kerül az ETA az 53. percben. Wittmannra rácsúszott, nagy butaság volt az Elfi 16-os előtt, és Kulcsár az ETA arénába, ahol valamikor szerették meg Goldfő, stb. Jól játszott, onnan most le kell vonulnia idő előtt a pályáról, bár nem úgy néz ki, mint a... Hát de, le fog futni, csak elég lassan megy le igazából. Nekik rossz ez, mert az ETA vezet. Nem nekünk sürgős. Kulcsártát kiállították. Szerintem most is szeretik, már kiállította magát. Kulcsvár kiállították. Bajzárt helyett jött be Máté. Bajzárt Péter helyett jött be Máté. De én láttam, ő 13 számú játékos is a mezőkövesnél. De előjel néztem 33-osnak. Na mindegy, tehát Bajzárt helyett jött be ő Máté János. A 46. percben, ugye félidőben. Simon Falvi, Daru, szabálytalankodtak ellene, de 13 számú játékos van, pont ő szabálytalankodó, tehát Gengelicki Gergő is feljött a pályára. Pont ő szabálytalankodó most Darúval szemben. Babati végezteti a szabadrugást. Most Sipoli játékvezető, Babati neki kocog. Kapura lövi, kivagy ott magol! Ha micsoda gól! 2-0-ra vezet az Olegerszeg! 2-0-ra vezet, hát micsoda gól volt! Az 54. percben a 4. mezőköves verdükeddig meg úgy néz ki. Hoppá, hát Babati szabadrugás végeztetett el, elő 35 méterről el, volt az 40 méter is.
kapura lőtte, mindenki azt hitte, beadás lesz, kapura lőtte, és Kunsa középre ment, középre félmagasra, és Kunság Roland nagyon ügyetlenül ért a labdába, és kabufa, és kabufára bement a labda a hálóból. Ezzel, tehát 2-0-ra vezet az Zalaegerszeg, Kocsár és Gergő nagyon örül, tapsol, lepocsizott Gelei Imrével, lámpák beidegezett az arénában, villanyfényes mérkőzésre zárul majd lágozó. Szóval el Babati 30-40 méterrel előtte, középre ment a lövése, félmagasan, Kunsági nagyon ügyetlenül ért bele, beszerencsétlenkedte szó szerint, és rápattant a labda után a kapufára, és úgy ment be. De majd az MSZTV nyilván megnézhetik majd a gólt, az összefoglalót is, meg a gólt is. Szóval 2-0-ra vezet az Zalaegerszeg. Hát nagyon meglepetés, főleg azok után, hogy egymás után háromszor kikaptunk, abból kétszer hazai pályán, és összesen a három meccsal kaptunk 9 gólt, és rúgtunk 4-et. És olyan csapatoktól kaptunk, aki meg kellett volna verni. Legalább a Csákvár meg a Sivókot meg kellett volna verni. De most nem foglalkozunk soha Csákvárra, soha Sivókkal, foglalkozunk a mérkőzéssel, és azzal, hogy 2-0-ra vezet az Zalaegerszeg. És Simon Falvi egy besernőzi ellenfelét. Jó is játszunk. 50. percben járunk, Kunsági. Dojti. Babati a jobb oldal. Babati külsővel tette volna tovább dologhoz. Most már tapsolnak az eten, szurkolók is. Minden az Zalaegerszegnek vártam meglepetés, de a győző azt nem kell megmagyarázni majd. De mi nagyon messze a végek, most 2-0 a legveszélyesebb eredmény, most kapunk egy gólt, akkor nagyon meleg lenne a vége. De emberölőmben is vagyunk, nem akarok beszélni arról, hogy kapunk egy gólt, inkább arról akarok beszélni, hogy Kovács Gergőnél a labda, aki Szappanoshoz passzolja a labdát hátra, Szappanos előreiveli, Bíró felé, Bíró. Egy vezetőkvás játékosra ment ki, a labda egészen pontosan segíti Csabáról, és bedobás érve az Zalaegerszeg, oldalra végezik a bedobás, pedig Mence fogja elvégezni. Mezőkövesdék birtokolják most a labdát, mire megszerezték. Hajti Tamás. Vosrák Gábor. 58. percben járunk. Takács. Hajti Tamás. Kipassza jobb oldalra. Egy Lágyi velé, és ez szappanosnak jól csak. 59. percben járunk. 2-0-ra vezet az Zalaegerszeg. Daru és Babati góljával. És pont Daru kap egy labdát a jobb oldalt. Daru. Babati. Bal lábán van. Kovács Gergő. Rossz a passza. Kovács Gergő most se játszik jól. Tojtinál a labda. Egy ívelés. Molnárhoz. Rosszul vett át. Szappanos felhúzza a labdát. Szappanos kidobja a labdát. Bíró. Elnézést, nem Bíró, hanem Bedi. Bedi a bal oldalt. És cserél majd a mezőkövest. 22-es számú játékos letolt, Tamás majd, aki megy a labda. Bedi Bence közben. És most van a csere, 60. percben járunk. Percben járunk, amikor a 9-es számú játékos megy be. Balajt járnám, és lejön Tajti Tamás. Tehát Tajti le, Balajti be, 60. percben.
Mezőkövesd, szerintem így van, de hát ő harmadcsődben Mezőkövesd. Közben szabadrugás, baloldalról, és 3-0! Babáti Benjamin gólpasszal a Dorunak ismét, és ma 3-0-ra vezetünk! Gálázunk itt a Zeta Arénában, és közben csere lesz, 18-as számú játékos az Zetéből lejön, Kovács Gergő, és majd felmegy, Városi Viktor talán. Gálázunk, eddig úgy néz ki, kiütjük a Mezőkövesdet. Babáti Benjamin a baloldalról, majd Daru 5 méterről kapóból indult, 5-6 méterről kapóból indult, és közben csere, Tajti le, Balajti le a 60. percben, és egy perc később Város Viktor jön be, vagy elnézős, nem Város, elnézős, nem Város Szeglet, ide a Szeglet nincs az szajcsba. Murai Máté, elnézést, tehát Murai Márk, elnézést, tehát 61. percben, közben szaponosozza fel a labdát, tehát 61. percben Kovács Gergő ment le, és Murai Márk jött be. És Mezőkövesd, mint említettem, elfogyasztott az összes három cseh lehetőségét, tehát ő már egyébként nem cserélhet, az Ete Zete már csak egyet, mert az első félben is kellett cserélni egyet a 37. percben. Közben Bíró a baloldalt, miközben 3-0-ra vezet ugye az Alágerszeg. Bíró bizarrosan belüljár, Bíró ellövi, megpattan, visszakerül a labda. Murai, Daru, aki duplázott ezen a mérkőzésen. Duplázott, nálam abban a meccsen vele adott két gólt, passz valamire rúgott egy gólt. Forgács közben, Szappanos, 62. percben járunk. Szapparos előre ível a labdát. Daru felé, de Takács megszerzi. Szóval a csere után, miután lement Ajti, bejött Balajti, után szabadrugáshoz jutott az Ete. Babati balt a labdát a baloldalra, és Daruon 5-6 méterről a bólintott. Jobb alsóba ment be egyébként a labda. És most Babati jobb oldal megindul. Babati megindul a jobb oldalt. Babati befele, bal lábán van. Babati ellövi, kapusvéddi, megpattant előtt és szöglet. Ez ilyen Ronaldos lövés volt, arra tudom hasonlítani, hogy a kapusnak pont megpattant a labda, és a kapusnak nagyon nehéz volt védeni. Szöglet következik, a jobb oldalra végezhetjük el majd a szögletet. Jobb oldalra végezhet el majd az Ete a szögletre, Babati. Kotok ki. Babati felemelje a jobb kezét. Adja a labdát! Wittmann a túloldal még összeszedi. Wittmann beadja. Még mindig nálunk marad a labda, Szokály. Lábán van, Szokály kiveli a labdát a jobb oldalra. Babati átveszi, Babati, Szakály, beadja a labdát, Daru fölé! Ez is szép volt. Tombol a stadion szó szerint. Tapsolnak minden helyzetnél. 61. percben járunk közben. Rengeteg helyzet van. De Szakály beívált 61. percben a labdát, majd Daru fejállni tudott, de fölé ment fejese. Picit ilyen kisodródott szituáció volt, Daru fejese. És majd hamarosan elvégzi az Ete a harmadik cseréjét is. Lendvai Miklós valakinek magyaráz, mond valamit. Jobb oldalon közben egy mezőkövesdi támadás. Kizárosan belüljenek már mezőkövesdek. Betett a labda közé, Takács! Kapufa! Kivendik a labdát a jobb oldalra, a mezőkövesdi játékos. A mezőkövesdi játékos kivendik a labdát a jobb oldalra. Majd a tulajdon érkező mezőkövesdi játékos 16-osan rövidte be a labdát. Majd bebaszolta a labdát középre, és Takács Péterről, 11 méterről előtte, és kapufa lett belőle. Közben cserél az Ete, 11-es számú játékos megy le, Wittmann Ádám, és feljön a helyére. Feljön a helyére, azt még nem tudom. Én szerintem Városi fog, nem biztos. És
szerintem Baros Viktor fog beállni, tehát Wittmann le, megy, az már 100%, a 65. percben járunk, tehát Wittmann le, megy, az, és így van, Baros Viktor fog beállni. 64. perc, pontosan 65. perc, Wittmann le, Baros be. Szóval olyan helyzet volt az előbb, hogy egy bebaszolták labdát középre a mezőköves játékosai, majd Takács kabufát lőtt 11 méterről. Kimegy a labda, bedobássák a mezőkövest, 66. percben járunk, 3-0-ra vezet az Alegerszeg. És ilyen jó hangulat, illetve ilyen jó kelt az Egerszegi stadionban, talán össze volt utoljára, hát rég volt ilyen, az biztos. Szóval eddig egy győzelem volt az Eténynek tavasszal, az is egy szenvedő Soroksár elleni 1-0. És ilyen szép pillanatokban, hazai szempontból természetesen én ilyen rossz vagyok, hogy olyanról beszélek, hogy oda kell figyelni, mert most egy zicserig eljutott ember hátrányom és a mezőköves, Takács felső kapufája azért intőjel lehet, de hát 3-0-ra vezetünk és emberelőnybe vagyunk, nehéz elképzelni, hogy a mezőköves itt akár pontot szerez, vagy hozzászagol a meccshez, igaz, most ők támadnak. Forgácsnál a labda, azt teszi Szappanosnak, kicsit meredek volt, de Szappanos előrúgja, és még jó is, Murai, és most már megint ott egy nagy lehetőség, Babati mondhatni Zicserbe, vissza kell vennie, így van, visszaveszi Babati, lő, és a kapus kivédi. Közben megint ott egy helyzet, Murai ki a szélre, ezt nem inném, hogy kellett volna ez a szélre kipaszt, Városi, és visszapatolt Városira a csele után a labda így, jöhet Kunsági kirúgással. Tehát 67. percben Babati egy szép csel után 15 méterről lőtt, Kunsági nagyot védett. És közben elmondom, hogy ez egerszegi szempontból egy nagyon jó nap lehet, hiszen a kosárcsapat 60-48-ra vezet a MAFC ellen. Át a labda Városi felé, de ez rossz. Mezőkövesdiek passzolgatnak hátul, tanácstalanok, Dvorsák teszi ki most a szélre. Mennek előre, nem lehet panasz rájuk olyan szempontból, de hát ez a kiállításért, mert utána kaptak egy ilyen hát kabaréba illő gólt, amit nehéz elmagyarázni, inkább egyszerű kifejezés, beszerencsétlenkedtek Kunsági, azt a 35 méter szabadot, amit simán védeni kellett volna, szóval az, meg a kiállítás szerintem megpecsételte a sorsukat. És hát már itt szerintem csak az a kérdés, hogy milyen arány van nyer a ZTE. Szabon sugja most elő a labdát, én a kosármeccs 60-48 az Etén, ahogy mondtam, és ez egy negyed van hátra, tehát 10 perc, miközben most kap egy szabadrugást. A mezőkövesdők érnek majd kifelé, és teljesen megérdemelt az ilyen arányú egerszegi vezetés. Doru és Babati vetekednek a meccs embere címért. A második félidő helyzeteit, miközben ápolják a mezőkövesdi játékos, összefoglalom. A 48. percben Szakály vitte a labdát, majd 19 méterről előtte, de a bal alsó kapufa mellett ment el a labda. Egyébként beleértek. A 49. percben egy hazai szöglet után forgácsot fejelni, de Kunsági bravúrral védett. 54. perc Babati távoli szabadugását Kunsági beszerencsétlenkedte, 2-0. Ugye ezért történt a kiállítás, 53. percben Kulcsát állították ki. A 61. percben Babati a bal oldalról ívelt be szabadrugást, Daru pedig a kapuba burintott, 3-0. A 64. percben Szakály jobb oldali belépését Daru nem sokkal fejelte fölé, a 64. percben ugyanúgy egy középen passzolt labdát Takács a felső lécre bombázott, és a 67. percben Babati egy csel után 15 méterről lőtt, Kunsági nagyot védett. A mezőkövesdiek ott vannak most az Ete 16-osán belül helyzetben, Balajti, de elrúgja Babati, és ez szép passz, de les. Lesen kapta a labdát Balajti Ádám, nagy zicsen lehetett volna, bepasszolja, hát be is passzolta volna, gondolom, hogy már önmagában is az volt, de hát les állás előzte meg mindezt, tehát ez az ötödik mezőkövesdi les, nem figyelnek erre a kövesdiek, míg az Eténél egy sem volt. Mérkőzés után természetesen
elolvashatják majd a szöveges összefoglalót, interjúkat hallhatnak, az edzők értékelését is láthatják, statisztikát, képeket, megválasztjuk a meccsemberét, tehát lesz bőven az etfc.webnote.hu-n miről tájékozódni. Simon Falvi, Daru, Babati, Simon Falvi, Babati nál a labda, Babati emeli be Simon Falvi felé, a kapus nem jön, és ez is szöglet, hiszen a Mezőkövesdíjról pattant ki, egészen pontosan Dvorsákról, szögletre, Simon Falvi harcos volt oda benne, nem hagyta, hogy kimenjen a labda. Így jön egy újabb zete szöglet, a hatodik. Hát lenne, hogy Miklós korán cserélt, gondolom azért is, mert most már meg akarja adni mindenkinek a lehetőséget. Városi is egy ilyen meccsen térett vissza sérülése után. Grubics viszont nem lép pályára, keretbe se került be. Szőlősi hiányzik, de nem látszik meg ez a csapat a jöbbe. Ez a szabad, vagy szöglet. Városi elfejelte a labdát. Murajjáról ez volt a baj, és közben lemarad egy Mezőkövesdi. Játékvezető utólag lefújja, és szerintem ad kifele egy szabad rúgás. Hát most egyefele őszintén kit érdekel, tehát 3-0 most ide. Ember előny az etérél, és még az is elképzelhető, hogy ennél is nagyobb arányú győzelem lesz. A helyzetek alapján lehetne egyébként, lenne egy Mezőkövesdi gól. Úgyhogy hát ilyen meccsekre érdemes kijönni a stadionba. Reméljük, hogy a Vasas ellen, majd két hét múlva, amikor egy gyirmóti győzelem vagy pontszerzés után reméljük, hogy a családi nap is lesz ugye aznap itt az Eténél, hogy majd sokan kilesznek azon a meccset. Most nincsenek olyan sokan, de akik kijöttek, azok nem bánják meg. A lapokról ugye Vidmannak, Bedinek és Kovács Gergőnek van az Eténél sárgája, de Kovács már nincs a pályán, és Vidmann se, csak Bedi. Míg az ellenfélé egy sárga van, pontosabban kettő, de egy ember kapta Kulcsár, mindkettőt így az egy pirossal ér fel. Simon Falvi adja be a labdát, a kapus jön ki. Tehát, hogy tényleg az is elbizonytalanította a mezőkövesdieket, hogy a kapusuk is ilyen nagyot hibázott, mert azt kell mondjam, egy magabiztos kapus teljesítmény kell egy csapat mögé, közben Városi gyönyörűen elmegy a bal oldalon, Városi cselez, most passzolhatna, ez még jó is lehet, de kivágja a labdát Hegedűs Dávid. De erre a meccsre mondják, hogy egerszegiként, vagy a Szurkolói Honlap szerkesztőként, vagy hát magamban mondhatom főszerkesztőként, nem dicsőségből persze, vagy hogy mondjam, tehát nem nagy képűségből persze, élmény közvetíteni. Városiról patta a labda Bedihez. Egyébként Bedi, akiről nem sokat hallottunk korábban, és most került föl ilyen a csapathoz, nagyon jól játszik, és megvetett a lábát itt a felnőtt csapatban, tehát már alapember, és mondjuk szerintem nem vagy Miklósok semmi oka se lenne rá, hogy Gyirmóton ne kezdjen. Grubicsről is beszélek, ő 4 hónap után már visszatért kezdve a szakadásából, 6-8 hónapot szoktak erre mondani, tehát ez mindenképpen jó. És ugye az, hogy ilyen gyorsan visszatért, az többek között Simon Balla Istvánnak is köszönhető, atlétika és erőléti edzőnek. Nagyon jó feladatokat tálk, jó is a sérült játékosoknak, meg hát az utánpótlás csapatoknak is koordinációs edzője Simon Balla, aki egy neves szakember a szakmájában. És Meltzer viszont hát a Várnál tovább húzódik a kálváriája, azt mondták, hogy a felkészülés kezdete után a 3 héttel akár teljes értékű munkát végezhetett, ennek ellenére eltelt az utána több mint 3 hónap, és még mindig csak tegnap is láttuk, hogy egyéni munkát végez csak, tehát lehet, hogy jobb a szezonban már nem fog pályára lépni. Hát Grubics meg lehet, hogy pályára lép, de ugye neki nyáron valószínűleg tovább kell állnia, hiszen ha nem így történne, akkor az ETFCL-esne a tévés pénzektől meghosszabbítaná Grubics szerződését, és hát úgy gondolom, hogy ezt nem vállalják be. Kocsádi Gergelyéknél is nagy az öröm itt a VIP részben. Tovább fejlő labdát Murai, be akarja emelni, és fölé emeli! Murai, Daru volt az, igen. Hát hasonló a hajuk, Daru volt az, aki
elképesztő szemfüggesen emelt, és nem kunsági múlt első, hogy nem esett be. Tudod, mert sima a fal viszere egy óriási, és most már minden megmozdulásért taps jár. Ami jó megmozdulás, vagy egy kicsit is jó megmozdulás. És Daru emelésébként nem sokkal, ugyan fél méterrel ment el a kapu fölött. Zette szabad rúgás következik, mert szabálytalankodtak a mezőkövesdiek, Simon Falvi végezheti majd el, de szerintem inkább ott hagyja Szappanos Péter kapusnak. Így amikor a mérkőzés 76. percében járunk, akkor az állás 3-0 az Etének. Jó kimondani. Hát ez tényleg jó kimondani, 3-0. Balajtinál a labda, Simon Falvi megszerzi a jobb oldalt, Simon Falvi a csapatkapitányunk, Simon Falvi, Daru, Babati, bal lábán van, Babati, mélységbe vetett labda, Albu Városi! Jelölt felszedi a kapus. Városi picit rosszan dolta meg, és így tudta felszedni a kapus kincsági Roland a labdát. Szabálytalankodtak Bedi Bencével szemben. 33 számú játékos Molnár Gábor szabálytalankodott, ő szabadrugás ér majd a Zete. Hát sajnálatja a többi, aki nem jött ki Zete szurkoló erre a mérkőzésre, hogy nem jött ki. Mert hát láttad volna egy jó meccset. De Szappanos végzi el a szabadrugást. Előreíveli, Városi felé, mosolygós Városi. Lendvai Miklós azt mondta, hogy sokat mosolyog, de ez igaz is. Most ő blokkol. Mezőkövesdiek berobással a jobb oldalt, jobb oldalról. Berobják a labdát. Város, bíró megszerzi, de kivezeti. Berobásért majd a Mezőkövesd Zsóri FC. És valami történt, vagy... Szóval rugás jöhet az Ete. Akkor, miután bíró megindult volna, meglökték. Nem kimondra, hanem meglökték bírót. És a szóval az is lehet, hogy ki volt, de meglökték, és így ezért jár a szabadrugás. Valahol arról végezhetjük le a szabadrugás, majdnem ugyanolyan szögből, ahonnan szereztük a harmadik gólunkat. Babati ugyanúgy. Babati beíveli a labdát, újabb Daru felé, és Daru kapu fal feje! Hát mi lett volna itt, ha megrúgja az Ete negyedik gólt a negyedik mezőkövesd ellen, vagy Daru mester 3-ra szerez, vagy Babati ad 3 gólpaszt Darunak. 78. percben járunk. Babati beadta a labdát ismét bal oldalról, Daru fejelni tudott. És a kapufára ment a labda. Kapufára ment a labda. Daru fejes a kapufára ment. Mezőkövesd birtokolja a labdát. Takács egy indítás a bal oldalra. Szappanos jön kapujából szépen. Babati bent tartja, és Babati rápöccintette a labdát Máté János kezére. És úgy szabadrúgás ugye majd az Ete. Máté János. 78. percen Babati ismét a bal oldalról ívelte be a szabadrúgást. Daru bombafejes a felső részén vágódott ki. Ez történt egy két perccel előbb. Nézést, forgács közben a labdával. Előreíveli a labdát Daru felé. Daru 10-ason belül jár már, de lökött. Szabadrúgás jár majd az Ete. Jobb oldalra... Elnézést, nem szabadrúgás jöhet az Ete, nem szabadrúgás jöhet majd a mezőkövesd. Elnézést. Tehát jobb oldalon folyik most a támadás. Vosrák Gábornál a labda. Előreíveli Máté János felé, aki játszott Siófokon is, meg még jó pár csapatban. Babatinek fejelte vissza a labda, nagyon rosszul. Babati, Simon Falvi a jobb oldalt. Simon Falvi viszi befelé a labdát, Simon Falvi beadja, megpattan. Most már levágódik, visszakerül hozzá Simon Falvihoz. Simon Falvi, 10-ason belül jár már, Simon Falvi ebben az elben. Hoppá! Hát micsoda gól! Daru ismét! Murai
helyezés! Há, micsoda gól! Szkáú, Gára! Simon Falvi a jobb oldal! Megver két embert! Bevezett a 10-asra belül a labdát, és bebasz... Szóval ő Simon Falvi vitt éve a labdát két ember között, 10-ason belül járt már, bebasztolt a labdát középre, és Murai sarokkal a kapuba lőtte a labdát. Ezzel tehát 4-0-ra vezet az Ete a mezőkövesd ellen a 80. percben. Hát ez káó. Szóval, de még egyszer elmondom, Simon Falvi két védőt is kicserezett a jobb oldalról, majd megkerülte. 10-ason belül járt már, akkor bebasztolt a labdát középre, és Murai sarokkal a kapuba rúgta a labdát. És lesz egy lap, úgy néz ki, vagy mégse, vagy csak szóbeli figyelmeztetés volt. Hát a mérkőzés előtt megkérdeztem volna 100 embert, hogy mennyi lesz a mérkőzés végeredménye, szerintem 100-ból 100 az jósolta, hogy volna, hogy, vagy azt hittem volna, nem lesz ennyire nagy az Ede fölény végeredménye. Igaz, de ez kellett a kiállítás is. De azért ennyire ne szabad szégyesni már egy csoportnak. Simon Falvi, Dalu felé egy ívelés, és mezőkövesdi játékosok kivágják a labdát. Tehát 4-0-ra vezetünk a 82. percben. Dalu sarokkal. Forgács. Negyedik mezőkövesnek 4 gólt rúgunk. A 8. Zete. Virónak lett volna egy jó labda, de nem ért el mezőkövesd. Birtokolja a labdát a 82. Mezőkövesd játékos birtokolja a labdát a 82. percen. Egy beívelés, Szakály, Szöglet rúgja. Jobb oldalra végezheti el majd a szögletet a mezőkövesd játékos. Nem mert emborosok kinkot szokott ki. Szöglethez. Az egyik az edés lemarad a földön, lehet, hogy megörcsült a lába. Szakály Attila. De most feláll a földről. Vagy lehet, hogy meghúzódott, mert ő szerelt becsúszásra szerelt a szögletre. Szerint jön a szöglet. És Szappanos ott kifele jön szabad rugás. Kosármeccsbe pedig az Ete 73-57-re, most már 75-57-re vezet. Löglös és a 16-oson belül. Lehet, hogy lesz egy piros, nem biztos. Sárga biztos, hogy lesz. 80. perc, 4-0-re vezet az Alágerszeg. És közben Löglösül is a 16-oson belül. Magához hív a játékvezető. Játékos még mindig vitatkoznak ott, és kifele szabad rúgás, lehet szerint a sárga se lesz, tehát a kosárcsapat vezet 75-57-re, a foci csapat 4-0-ra. Végül is szempontunkban mindenképp jó az ítélet, a mezőkövesdiek közül valaki 11-es is szeretett volna. Közösségében nem tudom megítélni, hát Szappos ott elesett. Talán lökték, és ezért jogos az ítélet. Hosszázzuk, tehát Daru 2, Babati 1 és Murai is 1. Egy-egy kapufa, ugye itt is, ott is, Takács illetve Daru. Most nem egy kicsit Daru nem szerzett Mester 3-os, de hát még szerezhet, hiszen biztos, hogy marad a végéig a pályán, és benne van Daruban, hogy meglője a harmadik gólját, de hát ha nem, akkor sincs semmi baj. Szerintem ő is aláírta volna, hogyha meccsőt azt mondjuk, hogy 2-0. Ugye ezt már említettem a Győri ügy miatt, hogy lehet, hogy 3 csapat jut fel a mezőkövesnek, ez nem száll el az esélye az, hogyha majd kikap, már pedig kikap. Tehát nem száll el az esélye a feljutásra, viszont lépés hátrányba kerül riválisaival szemben. Az Ete 5 pontra volt a kieső helytől a forduló előtt, szerintem most is fog maradni 8., de azért ez a győzelem mindenképpen azt bizonyítja, hogy azért kiesésre nem szabad itt gondolni Egerszegen.
Őszre 1-1 lett a meccs, 1-0 volt félidőben a mezőkövesnek, Nozsa Tamás vezette azt a meccset. És az elmúlt meccsen kaptunk 9 gólt, lőttünk 4-et. Hát most azt mondjam, az elmúlt 4 meccsen kaptunk 9 gólt és rúgtunk 8-at. Viszont a mínusz 6-os gól különbségünket is tudjuk javítani, már csak mínusz 2 ilyen állás szerint, miközben Zete szabadrugás jön majd. És 7 győzelmünk van, 8 döntetlenünk, 9 vereségünk, most lesz 8 győzelmünk, 29 pontunk van, most lesz 32. Tegnap egyébként Csákvár-Sopron 1-1 lett. És még egy dolog, Horváth Péter, aki lentiből érkezett, jelenleg az U21-el edzés, ott is játszik. A felnőtt csapat keretéből kikerült a Siófok elleni meccs után. Babatti a bal oldalról, Ivelibe a szabadrugás, az most kifejlik egyébként. Hát azt is el kell mondanom, miközben bíró tovább, de nem jó, hogy azért nem csak Kunsági potyájának köszönhető az, hogy a Mezőkövesd ilyen nagy versenyt szerez, azért hozzá kell tenni azt is, hogy nagyon rúgja be Babati a szabadrugásokat, de azt is meg kell jegyezni, hogy rendkívül bizonytalanok a védők, tehát az, hogy Daru gyakorlatilag 3-4-szer úgy ugrik föl, és abból 2-ből gól lett, hogy senki nincsen ott, azért ehhez védelem is kell, persze nem kisebbítem az érdemeket, mert hát igazából minden gól védelmi hiba, minden gólnál hibázik az ellenfél, miközben Schwab fejeli ki a labdát és dobhat Csibonfalvi. A lényeg azonban az eredményjelzőn, ami nem működik, meg semmi sem működik. Nem működik a időmérős, a stoppeller mérjük az órát. De a helyzet az, hogy a lenne eredményező, akkor 4-0 áll rajta, és ez a lényeg. Murai teszi nagyon Daru fele. Daru megtartja a labdát, aztán elesik. Nem esett el végül, nem volt szabálytalanság, szerintem itt a szurkolók szerint igen, de szerintem jól döntött most Berger József, miközben viszi a labdát a Mezőkövesdi, Balajti Ádám ki a jobb oldalon, Balajti visszateszi, aztán visszavelik oda Molnár Gábornak, Molnár esik egyet a 16-os előtt, feldobta magát, így jöhet az Eter, most menni kell előre! 4 is már nagyon sok, de 5, hát elképesztő lenne, persze ne legyek telhetetlen. Jó a passz, még Városi milyen szépen tartja benn. Városi a labdával, Murai, Szakály, Bedi, néhányan olléznak itt az Egerszegi stadionban, minden passz után. Rég volt ilyen, megkockáztatom a szezon legjobb meccsét játssza az Ete saját szempontjából. Oléznak minden passznál, mondjuk mehetnénk előre. Szakály. Átteszi Krónernek. Simonfalvi. Simonfalvi viszi befele, megint elviszi két ember között. Az egyik Schwab volt, a másik pedig Hegedűs Dávid. Aztán most ki a szélre ide, Városihoz. Most már nem mennek annyira előre az etések. Simonfalvi most elveszti, de visszaszerezzük. Mezőkövesdiek nincsenek elő, ugye Kulcsár, aki támadójuk volt. Kulcsár, közben 2 perc van hátra, plusz hosszabbítás, tehát Kulcsár, aki támadójuk volt, ugye kiállította meg át, lehet mondani, sem feleslegesen szabálytalankodott. Szappanosra hátul a labda. Interjú lesz a mérkőzés után, ne felejtsék, tehát semmiképp se menjenek sehova se, amikor lefújják a meccset. Krónernél a labda. Forgács, ez rossz. Kimegy a labda, kedves hallgatóink, én van interjúval jelentkezek a játékos kiáróból. Mérkőzés Jaguri Csárán fogja tovább közvetíteni. Én elbúcsúzok rövidesen, miközben mezőkövezi szabadrugás lesz. Egy nagyon jó meccset láthattunk, de még mindig látjuk szerencsére, és jó lenne, ha nem lenne vége. Közben mezőkövesdiek még ott vannak, de ez is ki fog menni. Hát nem ez volt az ő napjuk. Maradjanak velünk továbbra is. Szappanos kirúgása következik. Mezőkövesdieknél a labda, egy ívelés előre, 90. percben járunk, hamarosan megtudjuk, hogy mennyi a hosszabbítás, bíró
eladja a labdát, egy lövés messziről lesz mellé. Ment. Még a mérkőzésnek. 4-0-ra győzött át az Olajegerszeg a mezőkövesd ellen. Az MB2 25. fordulójában. Az összes zereszlókoló szinte föláll és tapsol. Megtapsol a kedvenc hazai Magyarország kedvenc csapatai. Megtapsol az Olajegerszegi szurkoló megkötöselek csapatokat. 4-0-ra győztünk tehát, a maradjon velünk Aronson interjú fognak hallani. Kimennek az edéssel, megtapsolhatják magunkat az edeszurkolókkal. Nem tudom, hogy mennyire lehet hallani ezt a tapsot, de érdemes lenne. Hát nagyon régen játszottunk el jól, és ilyen nagy fölönnyel nagyon régen tudtunk győzni. De most 4-0-ra győztünk. A negyedik mezőkövesd ellen 4-0-ra. Az ereszorúk azt kívánják, hogy szép volt fiúk. Maradjanak velünk. Néhány másodpercről interjút fognak hallani. Most vonulnak be az ETE játékosok a zöldözőbe. ...78-58-ra vezet a ZETE KK a MOVC ellen Kustárban. Igaz? Picit elhalkulok, ugyanis hamarosan derül fognak hallani. Maradjanak velünk. Néhány másodperc múlva mindent fognak hallani. Hamarosan elmondom a érkezés összefoglalóját is. Hát interjú nem hallott, valami technikai problémán történt, de ztfc.webnode.hu oldalán meghallgathatják. Nem tudom, valami technikai problémán történt, majd megnézzük, kivizsgáljuk. Szóval most elmondom az összefoglalót. Negyedik percben Babat hívelt kapu a bal oldalról, Kunsági küldötte a bal bal oldal, tehát Kunsági küldötte, és kiment a labda. 31. perc. Tajti elől mentett óriásét Forgács, 40. percben Babati a bal oldalról tekerte kapu elő labdát, Daru mindenki
Kit megelőző fejelte a jobb alsóba. 48. perc, Szakály vitte labdát, majd 19 méterről előtte, de bal alsó kapufa mellett ment el a labda. Egyébként hozzáérte, 49. perc, egy hazai szöglet után forgás tudott fejelni, de a Kunsági bravúra védett. 54. perc, Baba tábori szabarúgását Kunsági bal szerencsésen ütött el. Babadiszi távoli szavarugását a Kunsági rosszul ért bele a labdába, és így bement a labda a kapuba. 2-0, 61. percben Babati a bal oldalról ívelt be a szavarugást, Daru pedig a kapuba bólintott, 3-0, 64. perc, Szokály jobb oldali beívelés, Daru nem sokkal fejelt fölé, 64. percben történt, egy középre passzolt labdát, egy felső létre bombázott, 67. perc, Babati egy szép csel után 15 méterről lőtt, Kunsági nagyot védett, 78. perc, Babati ismét bal oldalról ívelt be, ívelte be a szavarúgás, Daru bomba fejese a felső részre vágott ki, 80. perc, Simon Falvi két védőt eltetett meg, a jobb oldalon középre passzolt, Murai két méterről sarokkal kapuba húzta a labdát, 4-0. Most meghallgathatják az interjút, amit Uhász Bán készített. Dorú Bencsel mellettem, a Dorú Bencsi futbolcsától játékos a meccs talán legjobbja. Gratulálok a győzelemhez, hogy értéked a mérkőzést? Azt hiszem, most csak abban most jött ki, ami az elmúlt hetekben beragadt. Én azt gondolom, hogy jól fogok leszámítva. Ami van? A Csákváron sokkal is több volt az eredményben. Aztán fiatal bolondság, rutintalanságnak köszönhető volt. Eredményben nem látszódott meg az, amit szerettünk volna. Reméljük, hogy most kárpótolni tudtuk valamivel a nézőket egy ilyen szép hazai sikerrel. Nagyon jól érkeztél a beadásokra, és sikerült tudod, hogy elérte a kapufát. Teljesen elégedett vagy magaddal? Akkor nem van igazán elégedett, hogy a harmadik is bemegy. De nyilván abszolút nem panaszkodhatok, és illetve hatalmas dicséret jár Babatti Benjaminnak. Remekült állat mindig elég. Gratulálok! Dorú Bencit hallották. Én megköszönöm a figyelmet. Az eredménye búcsúzok. ZTFC, Mezőkövesd Zsóri FC 4-0 a viszontlátásra, a viszonthallásra. Egy pillanat annyit hozzáteszek, a Kossár csapat 20 ponttal győzött. Most már tényleg viszonthallásra.